Amikor kicsit játékosan olvassuk a zsoltárokat, akkor annyira aktuális és időszerű éppen akár a mai napunkra szóló üzeneteket is találhatunk benne, hogy kísértésbe esik az ember, hogy a cím is valami ilyesmi legyen, mint például a mainak, aminek nem hivatalos címként azt adtam, hogy ez egy matek zsoltár. Mert hogy Isten áldásait számba venni, meg a küzdelmeinket számba venni, és a két számot összehasonlítani, illetve a számuk mögött álló valóságot jól nézni, jó szemüvegen át szemlélni a hit szemüvegén keresztül, ez valahol betű és szám matek. Mégis, amikor majd olvassuk a Zsoltárt, a Dávid Zsoltárát, inkább azt a címet fogjuk hallani, és azt fogjuk érezni a gondolatokból is, hogy kedvem lenne panaszkodni, de mi is az a de? Mi az, ami nekünk segít ebben, hogy mégse legyen kedvünk panaszkodni? Hallgassuk meg a Zsoltárt. Várva vártam az urat, és ő hozzám hajolt. Meghallgatta kiáltásomat. Kivont engem a pusztulás gödréből, a sáros fertőből. Sziklára állította lábamat, és megerősítette lépteimet. Új éneket adott a számba Istenünk dicséretét. Sokan látják ezt, félik az Urat és bíznak benne. Boldog ember az, aki az Úrba veti bizodalmát, és nem fordul a kevélyekhez és a hazugságra vetemedőköz. Sokat tettél értünk, Uram Istenem, csodáiddal és terveiddel. Nincs hozzád hasonló hirdetném és elbeszélném, de több az annál sem, hogy felsorolhatnám. Véres áldozatot és ételáldozatot nem kedveltél, de megnyitottad fülemet. Égő áldozatot és bűnért való áldozatot sem kívántál. Akkor azt mondtam, íme jövök a könyvtekercsben írva van felőlem. Akaratot teljesítésében lelem kedvemet, ó Istenem, törvényed szívem közepén van. Hirdetem igazságodat a nagy gyülekezetben. Ime nem zárom be ajkamat, te tudod, ó Uram, igazságodat nem rejtem el szívem mélyén, hanem elbeszélem hűségedet és szabadításodat. Nem titkolom el kegyelmedet és igazságodat a nagy gyülekezet előtt. Te, Uram, ne vond meg tőlem irgalmadat. Kegyelmed, igazságod védjen meg szüntelen. Mert annyi baj vett körül, hogy meg se számolhatom. Utolértek a bűneim, a végét nem is látom. Számosabbak hajszálaimnál, és a szívem is elhagyott engem. Tessék, Uram, neked, hogy megments engem, Uram, siess segítségemre. Szégyenüljenek meg, és piruljanak mindazok, akik életemre törnek, hogy elveszítsék azt. Riadjanak vissza, és érje gyalázat azokat, akik a bajomat kívánják. Pusztuljanak el gyalázatosságuk miatt, akik azt mondják nekem, ha, ha, ha. Örüljenek, és örvendezzenek benned mindazok, akik téged keresnek. Hadd mondhassák mindig, akik vágyódnak szabadításodra, magasztaltassék föl az Úr. Noha szegény és nyomorult vagyok, az én Uram gondoskodik rólam. Te vagy segítségem, szabadítom, ó Istenem, ne késsél. Dávid Zsoltára a mindennapok tapasztalata lehet egy ember életében, aki megtanul Istenben bízni. Várva vártam az urat, mondja a Zsoltáros, és ő hozzám hajolt, és meghallgatta kiáltásomat. Igen, lehajolt az én szintemre, hozzám hajolt, én lent vagyok, ő meg fent, és ez nem egy fizikai, nem egy földrajzi távolság pusztán, hanem egy, egy lelki differencia is kettőnk között, egy, egy döntő különbség, de ő lehajol hozzám, én magamat nem tudom hozzáfelemelni, én nem tudok felmászni az érdemek, vagy a tettek, vagy az erőfeszítések létráján, hogy azt mondjam, hogy na itt vagyok, Istenem, összeszedtem magamat, de nem is kell. Várva vártam, és ő hozzám hajolt, meghallgatott, kivonta pusztulás gödréből, a sáros fertőből. Látjuk ezt a szutykos, saraslábú embert, akit egyszer csak a grabancánál fogva kiemelnek, és lerakják a sziklára, és megerősíti a lépteit az Isten az embernek olyan szép ez a gép, olyan nagy bajban vagyunk Isten nélkül, és olyan egyszerű a benne való hitáltal a győzelem, amire aztán mondja is, hogy amikor ott kint álltam a sziklán, dalra fakadtam, új éneket adott a számba. Az új ének, az mindig győzelmet jelent. Hogy az ember nem fér a bőrébe, hogy dalolni lenne kedve, majd szoktuk mondani, mikor valami sikerül, mikor valamint túl vagyunk, mikor valamin sikerült győzedelmeskedni, új ének. A jelenések könyvének lesz majd ez egy kulcs kifejezése, ahol a győztesek éneke az új ének, átmentek a pusztulás gödrén, a sáros fertőn, jöttek a nagy nyomorúságból, mondja a jelenések könyve hetedik fejezete, de Jézus Krisztus megmosta őket, és a sziklára, önmagára állította őket. Sokan látják ezt, mondja Dávid, és félik az urat, és bíznak benne már is egy olyan elgondolkodtató képet és egy gondolatot találunk a Zsoltárban, mert hogy az emberek felé az Istenben vetett bizalmat mindennél jobban építi az, amikor hitelesen mutatjuk be, és ha hitelesen mutatjuk be őt, az megint csak nem azt jelenti, hogy saját erőből valami extra teljesítménnyel előrukkolunk, hogy na ide figyeltek emberek, hanem mikor hagyjuk magunkat megmenteni általa mikor az ő cselekvése kapja a hangsúlyt, és nem az én cselekvésem kapja a hangsúlyt. És amikor mi dalra fakadunk, mert letagadhatatlanul Isten különleges szabadítása ott volt az életünkben, miközben ugyanolyanok vagyunk, mint a többi ember. Boldog az ember, tehát mondja Dávid, aki az úrba veti bizalmát, és nem a kevélyekhez vagy a hazugsággal élőkhöz fordul, majd így foglalja össze a hatodik versben, egy kockás papírt véve maga elé, sokat tettél értünk, jó nagy papírra van szükség, ha össze akarom adni is, Uram, hogy csodáiddal és terveiddel mennyi mindent tettél, de nem is tudom elmondani, mert több az annál sem, hogy felsorolhatnám. Az egyik közösségi oldalon kaptam egy ismerősömtől egy kedves kártyát, egy tanulságos mondattal, azt mondta, ha Számba vennénk minden nap, hogy mennyi jó dolgot kapunk és nyerünk, akkor nem is maradna időnk arra, hogy számba vegyük a rossz dolgokat. Na, ezért mondtam, hogy ez a zsoltár egy olyan jó értelembe vett matematika zsoltár, egy olyan matekozás, hitbeli matekozás, hogy uram, olyan sokat tettél értünk, hogy amikor próbálnám elbeszélni vagy felsorolni, csak írom tele a lapokat, és pedig leélhetném úgy is az életemet, hogy nem veszem számba, hogy nem tartom ezeket a fejemben, de nem éri meg. Mert ez a legjobb előzése, a legerősebb lehetőség arra, hogy győztes, ne csak legyek kegyelemből, de győztes is maradjak, és rád bízzam az életem gondjait. Az Istennel való járás, Dávid szerint, Éppen ezért abból áll, ahogyan az ember egészen oda magát. Úgy folytatja a hetedik versben, hogy nem a véres áldozatok, vagy az ételáldozatok, áldozatok, a vallási külsőségek azok, amikkel nekünk bizonyítani kell, hogy Isten oldalán állunk, hanem amikor a szívünk elköteleződik. Mózes második könyvének a 21. fejezetéből használ itt egy képet a Zsoltáros, a megnyitott fülképét, ami nem csak arról szól, hogy valaki, aki kinyitja a fülét, hogy halljon valamit, hanem abban az időben egy szolgának elszegődött ember, ha egy igazi jó gazdát talált, gyakran azt mondta, hogy inkább egész életemben szolga maradok, és ilyenkor egy árral átütötték a fülét. A megnyitott fül, a kiukasztott fül az életre szóló elköteleződést jelentett, egy igazán jó gazdához való tartozást. Ezt mondja Dávid is, hogy amikor ő király lett, rájött, hogy Istennek terve van vele, íme jövök a könyvtekercsben írva van felőlem. Isten már az ószövetségi törvényekben megírta, hogy milyen a jó király, de a könyvtekercs talán arról is szól, hogy Isten terveiben, nagy jegyzeteiben ott van az ő akarata minden egyes emberi élet felől. És amikor az ember a pusztulás gödréből a sziklára lesz állítva, tudhatja, hogy van út tovább is Istennél az ő számára. Dávid is azt mondta, hogy ezek után én csak a te akaratod teljesítésében lelem kedvemet, a te törvényed a szívem közepén van. Hát, amikor az Isten beszéde és akarata bekerül az emberi szív közepébe, akkor, akkor hirtelen nem is vallásosságról beszélünk, hanem egy barátságról, egy szövetségről, egy életre, egy örök életre szóló kapcsolatról amiben az ember a maga akaratát aláveti az Isteninek, és ezt hirdeti a környezetében is. Nem zárom be ajkamat, te tudod, ó Uram, igazságodat nem rejtem el a szívem mélyén, hanem elbeszélem hűségedet és szabatításodat. Az ember örömhirdető lesz, amikor az örömhír megérinti a szívét. Az evangélium mindenkit evangélistává tesz, aki már egyszer combig állt a pusztulás gödrében, és saras volt, nyakig összekenve magát a maga rossz döntéseivel. De felfedezi, hogy Isten könyvtekertségben van egy tervező életére nézve. És oda szánja magát, ahogy Dávid oda szánta magát, vagy különlegessége ennek az ige szakasznak, a megnyitott fülnek és a könyvtekercsbe írva van felülem soroknak, hogy a zsidókhoz írt levélben egy messiási proféciaként kerül értelmezésre. Jézus is így szolgálta az Atyát, így jött el Isten fiaként, és lett emberfia, hogy az Atya akarata szerint élve megmutassa az örömhírt, átadja az embernek, és ezért lett Máté Márk Lukács és János evangéliuma örömhíre, mert Jézust látva, Jézus odaszállását, megnyitott fülét, elköteleződését az Atya akarata mellett, a szeretet Isteneként, az Isten fia a szeretetet mutatja meg az embereknek, hogy az emberek minden körülmények között tudják, hogy ha várva várom az Urat, ő hozzám hajol és meghallgatja kiáltásomat. Ez még akkor is igaz, amikor Dávid egy másik kockás lapot vesz elő, és egy nehéz helyzetére emlékezve az életének azt mondja, hogy annyi baj vett körül engem, mondja a 13. versben, hogy meg se számolhatom. Ezt a lapot is tele tudnám írni igazán. Utolértek bűneim, a végét nem is látom. Számosabbak hajszálaimnál, és hogy a keresztény irodalom költészet egyik legszebb 20. századi versének iklető mondatát idézzük, a szívem is elhagyott engem. Reményik Sándor híres verse. A szívem is elhagyott engem, és akárhányszor elhagy engem, és akárhány olyan nap, vagy hét, vagy hónap van az életemben, amikor teleírom ezt a másik, ezt a ezt a sötét színű kockás papírt is utolértek bűneim, számosabbak hajszálaimnál, annyi bajvet körül, hogy meg sem számlálhatom, és elfogytam. Az előbb még az Isten akarata volt a szívem közepében, de képes vagyok arra is, hogy elengedjem Isten kezét, és már is megint ott tocsogok a sárban, a pusztulás gödrében, a sáros fertőben, de tessen Uram neked, hogy megmentsen engem, siess segítségemre." hogy annyi a hiba, annyi a baj, és annyi a szomorúság, hogy számosabbak hajszálaimnál, erre Jézus is utalt az új szövetségben. Lukács evangélium a 12. fejezetének híres verse, a 7. vers, vagy ugyanitt, ugyanebben az evangéliumban a 21. fejezet 18. versei a Biblia hajszál kutatásáról szólnak, amikor is Jézus azt mondja, hogy igen, tudom, hogy néha több a baj, mint a hajszál, de néktek még a fejetek hajszála is, mint számon vannak tartva. Amikor Dániel könyve harmadik fejezetében a Héber ifjak kikerülnek a tüzes kemencéből, Isten azt mondja, hogy még a hajszálaikat is megőrizte, nem veszett oda. És a Bibliában ez innentől kezdve egy csodálatos kép lesz, hogy bármikor tükör elé állunk és megigazítjuk, ami van még, mindig eszünkbe jusson, hogy Istennek még a leglényegtelenebb dolgokra is, persze ez nem mindig lényegtelen, mennyire alaposan gondja van, milyen precízen fontos neki minden, ami nekünk fontos, legyen az akár a hajszálaink száma. Ezért Dávid felajánlja magát, hogy Isten álljon ki érte, azokkal szemben, akik életére törnek, azokkal szemben, akik kinevetik, és azt mondják, ha-ha-ha, akik azt mondják, hogy nincs neked remény, nincs neked esély, nem lesz kutyából szalonna. De Dávid tudja, hogy ha a szívem is elhagyott engem. Az Isten könyvtekercsében akkor is ott van egy terv az én életemre nézve. Egy terv, ami arról szól, hogy noha én szegény és nyomorult vagyok, olvassuk a Zsoltár utolsó versében, az én Uram gondoskodik rólam. Milyen az az ember, aki az Isten embere? Szegény és nyomorult. Az az ember tudja magáról, hogy Isten nélkül nincs esélyem. Istennel viszont nem csak, hogy van esélyem, hanem Istennel csak esélyem van. Ez a szegény és nyomorult, noha bajban volt, az Úr gondoskodik róla. Mert te vagy segítségem, szabadítom, ó Istenem, ne késsél. Várván vártam az Urat, és ő hozzám hajolt, meghallgatta kiáltásomat. Kezdődött a Zsoltár, és záródik a zsoltár két kockás papírral az asztalon, az egyiken a megszámlálhatatlan sok jó, amit ha mindig számba veszünk, nem marad időnk a rossz miatt keseregni, de a megszámlálhatatlan hajszálaknál is gyakran több szívrabló, emberi nyomorúság, fájdalom, hiba vagy bűn, amire ott van az Isten jósága, noha én szegény és nyomorult vagyok, az én Uram gondoskodik rólam, te vagy segítségem, szabadítom, ó Istenem, ne késsél. És olyan jó, hogy nem késel, mert a kegyelem sosem késik, mindig ott van ingyen, ajándékba, Isten szeretete által.